nemzeti színű szalagra kötve a kulcs. Így adták át azt az egyik szociális bérlakást, amely a Kislétán zajló komplex teleprogram keretében készült el négy másikkal együtt. A 76 négyzetméteres lakásokban három helyiség található teljes bútorzattal. A település két szegregátumában él a lakosság 35%-a, körülbelül 500 ember, az ő felzárkóztatásukat segíti a program. Ez a nő egy 7 gyermekes családtagjaként költözhetett új helyre. Sokkal nagyobb a lakás, sokkal jobb az állapota, jobb a fürdőszoba, már tisztálkodás szempontjából is. Van egy szép étkező, ami otthon egy kicsi volt, itt szépen elfér az egész család, szépen meg tudunk reggelizni, ebédelni, vacsorázni, meg hát az életkörülményük javult ezáltal. Az önkormányzati tulajdonú lakásokat a szerződés szerint egy évig bérelhetik az odaköltözők. Mint az átadót megelőző ünnepségen elhangzott, a lakhatási feltételek javításán túl 3 hónapos átképzéseket is indítottak a településen. Mások mellett parképítő és gondozó, növénygondozó és takarítói szakmákban az érintettek igényei szerint azért, hogy könnyebben munkához jussanak. A Kislétán élőket emellett egy csillagszolgáltató pont is segíti a jövőben. Gyakorlatilag egy mosoda és egy fürdési lehetőség. Mert azért még azt tudni kell, hogy nálunk nagyon sok olyan épület van a szegregátumban, ahol nincs lehetőség vízvételre. Az egész településen van vívóvízhálózat, de nem kötötték még sajnos be. És ez az épületünk az arra fog szolgálni, hogy esetleg fürödni lehet ingyen bérmentve, és mosni, 3 mosógép van beállítva. Ezek a játékok pedig a szintén most átadott közösségi házban kaptak helyet. Itt a későbbiekben különböző programokat, zenei foglalkozásokat tarthatnak, amelyek ugyancsak a felzárkóztatásban és az integrációban segítenek. Az EFOPOS projekt egyébként 2 felhívás alapján született meg. Az egyik az kifejezetten olyan képzéseket, olyan szűréseket, olyan életmódváltást, vagy olyan egészséges, vagy helyes életmódra tanítást próbál bevezetni a rászorulók körében, amelyel azt gondolom, hogy a mindennapjaikat, a kisgyerekek életét meg tudjuk könnyíteni. A másik része pedig ennek a pályázatnak, vagy egy másik pályázati konstrukció, amelyből táplálkozott ez a projekt, az pedig kifejezetten az infrastruktúrális beruházásokat segíti. Az államtitkár az ünnepségén elmondta, az emberi erőforrás operatív programban majdnem 1000 milliárd forint állt rendelkezésre a 2020-ig tartó 7 éves uniós ciklusban, aminek köszönhetően 200 szegregátumban több mint 30 ezer embert értek el, segítve tudatos, felelős életvitelük kialakításában. A térség országgyűlési képviselője megerősítette, máshol is zajlik hasonló teleprogram, a Kislétai pedig újabb településeknek mutathat jó példát. Mert hogy 200 millió forintból sikerült ezt az önkormányzatnak megvalósítani, míg a többi 4 helyen, Bökönyben, Nyírpilisen, Encsen és Piricsén még várat magára ezen program megvalósítása. Ez nagy segítséget jelent a térségben élő roma lakosság számára. Roma lakosság és a különösen hátrányos helyzetű népcsoportoknak ugyancsak segítséget jelent. A projekt keretében közterületi fejlesztések is megvalósultak a településen, mint például kátyúzás és parkoló kialakítása, ezek szintén az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálják.